Sziasztok, én Naido vagyok, és ebben a legúgy szkretmanikus videóban már le fogom tölteni David Bagetta összes elképesztő építményét. Gyorsan is kösök a legjobb kulcsszavakkal, ami a No Moc névre hallgat. A egyik építmények között bemutatom ezt a kettő markolót. Rengeteg építménye van, ami mind tisztel össze van bagoltatva és tiszta jók. Na, nem mindegyiket teszteltem már le, csak a kicsi részét, ami meg is volt eddig. Na, addig lássuk. Azt mondom, hogy egyes, az átváltja a VOSD-t közlekedésről. Igen, ennek a forgatására. Van a kettes, hármas, négyes, ötös, ami kitámasztja magunkat, hatos, hetes, az ajtó, és a nyolcas, meg a kilences. Azt nem tudom, mit csináltak, mondjuk a kilences az a duda, azt hallottam. Na de mindegy, menjünk is a következő építményre. A következőnek jöhetne ez a rendőrongtó, ami eléggé érdekes dolgokat tud. Mondjuk sok ilyen dolgok. Köszönöm, be tudnék szállni. És ha megnyomom a hármast, nem a hármast, akkor ötöst, akkor átalakul egy robottá. Sok ilyen építménye van, mindegyike szuper. Na de nézzük csak, hogy hogyan alakul át. Érdekelne, hogy mennyi idő neki vett csinálni egy ilyen kis átalakuló robotot, vagy hány nap, vagy hány hét. Kell mondom, új, van az egyes, kettes, az a sziréna. Csak mondjuk így nem mondjuk, lehet látni így robotként is. Na mindegy, menjünk a következő építményre, és talán nem esek előre. Következőnek jöhetne ez a kis Ford, nem tud ez semmi extrát, de attól még szuperül néz ki. És mi volt? Mit csinál az egyes? Haló? Haló? Mit csinál az egyes? Nincs leírása ennek? Miben nyomom? Ez kézifék? Vagy ez egy mi? Mennyit, hogy van ennek leírása? Description? Hoppá! Hoppá, ezzel lehet offroadolni? Na. Hoppá, ré. Az... Ki is fogjuk próbálni a videó végén. Következőnek jöhetne még egy átalakuló dolog, ami ez a kedvenc, ami eddig le volt töltve. Vönjünk a hármast, és át fog alakulni ez is egy robottá. Nézzük, hogy hogy. Hoppá! Hát, az a baj, hogy ez nem valami gyors, de attól még annál jobban néz ki. Na menjünk a következő építmény. Ami nem lenne más, mint a legújabb építmény, ez a motor. Mert az a különleges, hogy ez rengeteg dolgát tud átalakulni. Először is, ezzel kapcsolva gyorsba kapcsolom itt lámpákat, hát mindegy, egy kis jó háttérmegvilágítás lenne, de ez nem egy háttérmegvilágítás, hanem egy új szoba. Hogy láthatjátok, átalakult ez. És itt egy található egy kapcsoló, ami bevisz a budiba minket. És itt van egy ágy, meg minden, megnyomom ezt a kapcsolót, és ide fog alakulni egy szép kis erkei. Hoppá, milyen menő. Ezt itt is hagyom, van itt egy rádió. Gyorsan kimegyek. Mondjuk az is menő, hogy ez hogy alakul. Vagy így, hogy jön ki ez a lépcső. Na de itt még van kettő kapcsoló és egy gomb. Vagy egy kapcsoló és egy gomb. Na jó, mi történik, ha megnyomom az ezt a kapcsolót? Hoppá! Kijön egy autó. Haló! Mi történik ezzel? Miért jön ki egy autó? És mint ahogy láthattátok, ez ki is jött itt. Szuper királyon megcsinálta David Bagetta, és... Láthatjátok, nem történik is semmi, nem akadályoz semmit, hogy itt valami más legyen, ugyanúgy néz ki a belseje, hogyha kint van az autó, alakul át az autó, és az a jó, hogy a tévé, az nem csak egy tévéként szolgál, hanem egy biztonsági kapuként is, amint ahogy láthattátok itt az előbb, hogy ablakban az visszafordult, hogy azért ne menjenek oda az emberek a ágyakhoz, amíg ez így alakul át.
Na de mindegy, az angtól is tök jól megy amúgy. Hoppa, ott mi az a timer? Ja, az index. És ez is tök jóra meg lett csinálva. Na de gyorsan el is rakom. És én nem is néztem meg, hogy hogyan megy ez. Na, azt mondom, hogy nem minden tudok elrakni a székből, szóval gyorsan be kell csuknom ezeket a dolgokat. Szóval az ajtót és a garázst tudom irányítani. Milyen menő azt mondod, hogy garázst tudom irányítani az anktóból. Az anktóban lévő garást. És azt hiszem az a... Azt itt... Dík, ebben a székben van connection. Jó ajtó. Azt hiszem a 6-os gombot megnyomom, igen, akkor már megy is vissza. Közben elindulok, mert nem valami gyors, az tök jól megy ez. Van index, minden. Csak azt nem borulok fel. Hoppá, még márkája is van ennek, eltra. Csak van egy kis baj, beszorultam ide a átlakot laktérben, na mindegy, kitöröm az ablakot. Aztán meg is nézzük a következő építményt. A következő építménye nem lesz nem más, mint ez a Bumble Car. Ezt még nem láttam. Hoppá! Hoppá! Mi lesz ebből? Egy hajó? Hoppá, öreg! Mit csináltál te ide? Úgy látszik, hogy van itt egy újabb robot. Azt a gyúj. És a... De te ezt mit tud csinálni? Hoppá, lőni. Ez menő, ezt még nem is láttam. Azt hittem, hogy átad akkor egy hajóvá, de ez is egy robot. Hogy így, amikor leraktam, aztán nyújtotta ki a kerekeit. Na mindegy, térjünk át a következő építményére, mert még sok van. És minden elképesztő. A címben is volt, ez egy átalakulós furgon. Nem tudom, hogy ez mivé fog átalakulni. Mindegy, egyes gomb, kettes gomb, hármas gomb, de magadóta, és a négyes a átalakulás. Hoppa, mi lesz ebből? Mi lesz ebből te? Ebből egy robot? Hoppa, ez is egy robot lesz. Tű, milyen robot lesz ez? Na mit csinálsz? Kitörje a dekkát? Ó, dehogy is. Ez fordult egy 80-at a törzsével. Oh my god. Végzett? Igen. Fú, amúgy ezek robotok. Olyanok, hogy ez nem nyelne jó sok építőversenyt mindegyik robottal. Na mindegy, térjünk át a következő elképesztő építményre. Jön egy Rolls-Royce. David Baguettától. Remélem, ez nem fog átalakulni. Nyomogatom a kapcsolókat, azt random itt lesz, mert itt egy robot lesz itt. Nézem, ez ilyen prémium, mert csak gombok vannak. Egyes gomb, kettes gomb, ott a másik ajtó, vagy kettes gomb. Nem tudom, hármas gomb. Aztán füstölt valami. Hoppá, ott a Rolls-Royce logo. Négyes. Itt van egy kapcsoló, hoppári. Hoppá. Elmondjuk csak egy tetőablakot tud talán. Hatos. Ezt már nyomtam? Nem tudom. Hetes. Nyolcas. Nem tudom, hogy már utolsó gombok miket csinálnak, de ez egy menő Rolls-Royce a kabrió lett. Térjünk is át a következő építményére. Vonat! Az ugye nem repülni fog. Na, talán nem. Tisztel, hogy néz ki. Hoppá, na egyes gomb. Van kettes kapcsoló, lámpa. Az ott miért vannak ott, vagy azok a kerekek amúgy? Hogy ezeknek itt van jelentősége? Szerintem nincs. Nem tudom már beszállni se. Ne induljon. Az a kontroller is ott van még. Mi az a építmény Baguette? Kritikán aduli tőled. Nem tud menni sem. Itt gondolom van valami titkos kapcsoló, ami mindezt megcsinálja. Így. Ezek is akadályozták. Így, talán még tudni fog menni. Hoppá, már megy.
Ja, csak kanyarul, de nem tud. De térjünk át a következő építményére. Ez mondjuk csak szép volt, de hasznosak, nem hasznos. Ferrari 488-es modellt kérjük szépen kacsával. Már jót ütéztem, ez Bagattája. Na, ez mi fog olyan átalakulni, amikor már kurva jól néz ki. Egyes. Kettes. Ne mondd, ez füstöl a kipufogója. Jaj, a pisztanok. Na, hármas. Négyes. De hogy csinálják, hogy ez megemelkedik így suspensionokkel? Tudom, ennek is a felfüggesztése. Sorry. Mindegy, nézzük tovább. Ötös. Hatos. Hoppa, ott a V12. Nézzük meg, hogy három kerékkel ez hogyan fog menni. Sehogy! Mert befékeznek a hátsó kerekek. Nem tudod, hogy bekapcsoltam valami kézi féket? De most már jobban megy. 4-es, 5-ös. Kapcsoltam. Hoppá, már megy. Ja, valamelyik kézi fék volt. De hoppá, ez úgy farol, akkor csak a V-t nyomom. Hoppá. Na, menjünk a következő építményre. Mi nem lesz van. Ott road. Ó, én már félek, hogy ebből mi lesz. Vagy hát, hogy ezek régebbi építmények, aztán még nincsen bennük. Extra, ja. Még nincsen, csak jól néz ki. Még de úgyis van, új cuccok vannak. Hát mondjuk új cuccok, már 4 éves az. Persze. Na, itt egy jakt. Hát nekem is egy ilyen hasonlóval lement le. Csak nem Bagattától, nem tudom, hogy ez mit fog tudni. De nekem itt van ez a másik, szerintem jobb jakt. Hát nagyon szép. Mi jakt. Na, ez amúgy jobban néz ki, de gyors át. De ezt a videó végén meg tudjátok. Akkor ezt a hajót át is megyünk a tűzoltókocsira. Na, hogy néztem a letöltéséből, ez sok mindent tud, és a connectionokból is. Egyes kapcsoló, lámpa, kettes. Hoppá. Na jó. Na várj. Na várjál se. Ezek így hogy mentek ki, mert... Nem tudom. Mondjuk ez ér valamit a kettes. Melyikkel váltottam át a kettessel? Halló? Mivel váltottam connection-t? Várj. Mi? Hogy ez hogyan megy fel? Visszanyomom a kettest? Hoppa, akkor már megy. Elengedtem, nyomom a kettest, akkor már nem megy. Nem tudom, hogy ez hogy van. Csak menjenek vissza a hülye talpak, hogy egyes? Nem egyes. Egyes a talpak, jó, értem. Kettessel connection váltás. Nem. Várjál, most indult. Ő elnyom a kettest, akkor már ez fog menni. Milyen építmények ezek a Bagatta? Nem jók. Mindegy, ezt nem értem. Hármas. Kidugja. Négyes, visszadugja. Ötös. Hatos. Siréna. Hetes. Nyolcas. Kilences. Nullás. Egyes. Értem, ez Bagatta, tehát ez... Nehéz irányítani, én csak azt mondom, de amúgy epic lett. És következő építmény nem a Pave Love, valami helikopter, helikopáter. Na nézzük, hogy mit tudtam, úgyhogy most megnézem, hogy hogyan kéne szirányítani Pilot Controls. Igen, VFD és 1-est elindítjom, 2-es fel, 3-as le. Miért? Milyen teherszállító? Ezt jó, ezt teherszállító? Mert nézem, hogy cargo rampa, aztán nézd, ugye be hol megy a rampa. Úgy az, hogy teherszállító. 5-ös VS. Ja, az átalakít. Ja, ott kontrollváltás. 6-os tűz. Ja, gondolom, akkor lőni fog. Gunner controls, gondolom más is szék.
Jó, azt nem nagyon. Hoppá, milyen merőn megcsinálta a gyerek. Ez 20-23, csak akkor adni tudom ezzel. 20-21-es, júj. Júj. Ezek már tök régiek akkor. Megettem, melyik a legújabb építményed mondjuk, ezt tudom, hogy ez, mert napokban készült el. Mindegy. Kell ebbe beszállni. Aló, Bagetta! Lehet, hogy csak a rámpa? Lehet. Itt a kapcsolója. És ebben nincs is ajtó. Ez lámpa volt, nem lenne magatom. Gyors be is csukom. Na, akkor mit írt egyessel? Ne indulj el te. Kettessel fel, hármassal le. Négyes a ajtó. Igen. Ötös. Hoppá, milyen lámpa az. És a six. Ja, összebagoltatott. Ötös, ezt kikapcsolom, már elég erős. Rendben, akkor szálljunk is fel. Ez stabilizálja magát amúgy? Hoppa, ez elég menő. Elég menő. Nem megnézem, hogy ezt mikor építettem, mondjuk érdekel. Hát, nem valami jól tud kanyarodni, de amúgy elég jó lett ez is ez a építmény. Hát milyen a David Vegette csinálta. Amúgy ez nagyon menő, nézzétek az árnyékunkat. Amivel le lent szakad a bassz, úgy. Na így. Hoppá. Amivel le is szállok. De nehogy nyomom ki a hajtóművet. Hármas. Kettes. Na, ilyen jó, még nem raktam ilyen rá repülőt. Hoppá, na. Na, de nézzük a utolsó előtti járművét. Csak gyors ki kell bányásznom magam. Szárvás robot, ami 20-20-as azt. Nyár, már nem most, de ja, a repülőt akartam megnézni. 23-as. Júj, na, ebben hogy kell beszállni? Do not enter, akkor nem itt. Akkor nem itt. Valami ajtó van ebbe, vagy fel kell lifteznem? Nem tudom. Erre kiesett még egy billinki. Aj! Na, jól mehetünk fel. Ezt elég itt. Hogyan kéne ebbe beszállni? Meg is leestem. Alulról talán. Nem. Hátra megpróbálok. Mert van egyáltalán a szék. Ja, igen, ott van. Na, itt van. Áj, itt egy ajtó. Fasza. Na, kettes, egyes, hármas. Hát mondjuk látszik, hogy nem ma épített, de attól még jól megy az a robot, meg jól is néz ki kb. Mindegy, menjünk a következő építményére. Hát itt is vagyok a vizes pályán, és nézzük, ez a én jó megszokott királyi aktom, ez meg Bagettáit. Nézzük először Bagettáit. Aztán bemutatom a másikat. Hoppá, de így lenyílik, talán nem ütköznek össze. Hoppá, ez mi... Azt tudom, hogy látod, hogy nem ütköznek össze az egy pixel. Fú, nagyon komoly. Ez így, nem tudom miért a hajó. Egyes gomb, semmi. Mindegy, így erre lehet jönni, igen. Itt lehet irányítani. Itt egy WC, fürdő, konyha, ebédlő. Motor, amik használat van. Ez egy jetski. Másikban is van ilyen. Bazdmeg is. Mi? Eltolja ezt a jaktot. Ez hülye. Na gyere vissza. Cigányát volt a... Na mindegy, itt lépcsőn van valami. Nincs. Mindegy, itt kell vezetni. Egyes.
Kettes. Hármas. Ja, hármas füki. Négyes. Hatos. Hát, nem rossz. Hát mondjuk jó inkább. Csak én a másik vagyok szokva, ami jobb. Egy. Aj. Úgy be fogok ide járni. Hogy a hármas megnyomom. Ne kormányozz át a csöves. Ne menjél előre! Így. Elég. De miért megy ez előre? Miért megy előre? Nem megy. Akkor kiugrok. Ez cső, menj el. Na menjünk akkor a jó építményre. Így. Na, itt lámpát lehet kapcsolni, a rádiót. Na, erre van egy kicsi WC. Erre jön a érdekes részek, itt van egy szauna. Ne lehet irányítani egész hajót, és még rengeteg szuper dolog van. A királyokat a végén fogom bemutatni. Na, erre lejöve tudunk menni ugyanúgy. És az alján lesz valami eléggé szuper. Itt egy konyha, evédlő, tévé. Itt van egy háló. Kapcsolok gyorsan egy lámpát. Nem lámpa? Nem tudom. Itt van. És egy kis fürdő. Na, akkor lemenve a földszintre, erre a szintre, itt állt egy kis motortér, mindenféle dolog, ezt mind nem látjátok, ezt se lássátok, itt egy jetski, de most nem is erre fogok eljönni még, itt lehet lejönni, ott lehet felmenni a vezetőfülkébe, ez a gombit. Azt hittem, már kilőttem. Erre, itt van még egy automata. Jó kis sunshine. Itt van, még itt van lent, jó sok szút. Itt automata. Te egy, mi ez? Boring, vagy nem boring ez? Valami. A shotker. Erre, itt még vannak ágyak, és ki lehet jönni az elejére. Hogy le lehet szállni még itt a repülővel is, vagy helikopter, vagy akármivel. Na, akkor én gyorsan is jövök ide. A egyes gomba lámpák, négyessel elindulunk. Ötös, hatos. És a hatos már emeli ki, csak nem emelt ki. És kiemelte. Hát akkor most elő fogunk jetkizni, úgy látszik. Ki is vágom. És hallottátok. De most becsukódik, nem áll. Becsukódj be. Hogy kell kinyitni? Ne! Kizárom magam a jetski a hajóból. Jó, kiment a fal. Jó, beszállok. És mindjárt akkor elhagyjuk a David Babagettáit. Akkor ki is jövök. Na, vagyis én már előbb kijövök. Hoppáré. Csak itt beszorultam a két hajó közé. Jaj! Igen, már ki van vágva a rész? Hát köszönjük, hogy néztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljatok és iratkozzatok fel, és írjatok le, hogy mit csináljuk a következő videóban.